és a szociális ellátásokat is igénybe veheti, mint idős. Gondozási ismeretek, pszichológia, mentálhigiéné, szakosított gondozás és szakápolás szerepel az órarendben. Ebben a tanévben 15-en vesznek részt a szociális ápoló és gondozó képzésen. Közülük 12-en a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény munkatársai. Jelenleg nagyobb részben elméleti, kisebb részben gyakorlati órák vannak. De a későbbiekben ez az arány változik. A hallgatók minél több elméleti tudással rendelkeznek, annál több időt töltenek az intézmény gondozottjaival. Ezzel segítjük a Városi Intézményt, nem csak ezt az intézményt, más intézményeket is abban, hogy megfelelő képzettségű, a jogszabályoknak megfelelő képzettségű szakembereket tudjanak kapni a képzés eredményeként. A szombati képzést meglátogatta Mészáros Attila is. Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy a városban 4 bentlakásos intézmény működik, mintegy 300 férőhelyjel. A város igyekszik mindent megtenni, hiszen az állami fizetésen kívül egyéb jutatásokat is biztosítunk már évek óta az itt dolgozóknak, hiszen a szociális szektorban vezettük be elsőként a hűségjutalmat. Most novemberben ugye ők is, illetve valamennyi székesfehérvári önkormányzati intézményben dolgozó egyszerű 100.000 forintos plusz jutatást kapsz. Egyezzel is igyekszünk egy kicsit elismerni azt a megfeszített munkát, amit ők végeznek. A szociális szféra és munkaerőhiánnyal küzd. Mészáros Attila szerint éppen ezért örvendetes, hogy ilyen képzés is zajlik a városban, hiszen a segítők munkájára mindig szükség van.